egyenlet emellett ajánlott. Feledd el a gondokat, nagyon kérlek, ne nyomogass tévében a gombokat, ne keressél más csatornát, kapcsolgattál eleget, láttál már sok reality-t, bogárevő celebet, ne bosszankodj a műsoron, ne bosszankodj a tévén, mikroszkópon saskagari, csak nálunk az ATV-n. Felejtsd minden ügyvédet és alkotmányjogász, feledd el, hogy az ukránok elzárták a gázt, feledd el, hogy a városban mindent felkúrtak, és amit még lehetett, azt megint elkúrtak. Dőlj hátra a karosszékben, feledd el a gondokat, nagyon kérlek, ne nyomogass tévéden a gombokat, ne keressél más csatornát, kapcsolgattál eleget, láttál már sok realityt, bogárevő cselebet. Ne bosszankodj a műsoron, ne bosszankodj a tévén, mikroszkópon saskabaré, csak nálunk az ATV-n. Mikroszkópon saskabaré, csak nálunk az ATV-n. Köszönöm a társulat nevében, köszönöm a kollégák nevében, Elnádi Juci nevében is. Elnádi Juci, mit lehet róla mondani? Kérem, méltánytalan lenne, ha én elkezdeném dicsérni. Azt mondanám, hogy milyen nagy színésznő, hogy egy országban a legnépszerűbb színésznő, hogy a szex szimbólum a Magyarországnak. Hát röviden annyit mondok, hogy szerelmes vagyok veled, hogy ebből nekem otthon milyen balhém lesz. Mégis elmondom, de hogy mégis komolyra fordítsam a szót. Hölgyeim és uraim! Igazgatásom alatt nagyon nagy művészek léptek itt föl. Többek között Mensáros László, Besenyei Ferenc, Rátonyi Róbert és Rutkai Éva. Az ő méltó követőjük, Hernádi Judit. Fogadják szeretettel, élvezzék a művészetét, ha kell nevessenek, ha kell sírjanak, mindent tud Hernádi Judit. Önöknek az a dolguk, hogy dőljenek hátra. Dőljenek hátra! Dőlj hátra a karosszékben, feledd el a gondokat, nagyon kérlek, ne nyomogass tévében a gombokat, ne keressél más csatornát, kapcsolgattál eleget, láttál már sok reality-t, bogárevő celebet, ne bosszankodj a műsoron, ne bosszankodj a tévén, mikroszkópon saskabaré, csak nálunk az ATV-n. Mikroszkópon saskabaré, csak nálunk az ATV-n. Problémám, most nagyon őszinte leszek, bennem megszakadt valami. Tényleg. És már nagyon régen. És nem arra gondoltam. De ha már így van, akkor tényleg, akkor szakadjon, és akkor szakítsunk mindennel, amiből már elegünk van, amiből már nekem elegem van, ami már csak röhögni lehet, amiben már idáig vagyok, és hát, hogy ne húzzuk az időt. Én most akkor rögtön egy dalban mondom el. Jó? Hogy érzem magam? Hagyjanak végre békén, nem érdekel. Nem akarom tudni, nem akarom látni, hát fogják ezt már fel. Egy buta nő akarok lenni, kit nem érdekel semmi, de semmi, mert tele van a... De mindennel. Hiába mondják, úgy sem múlik rajtam semmi sem. Hiába fújják az összes nótát, kívülről ismerem. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy jobb volna tényleg hülyének lenni. Maradjunk ennyiben. És nem akarom tudni már, hogy ki és mit ígér. Tisztán és érthetően csak a pénz beszél. Nem kell se smink, se púder, úgy is látszik, hogy ki a lúzer. Hát fogjuk már fel az Istenét. És túl akarok lenni már a konvergencián. Nem érdekel, mikor, miből, mennyi a hiány. A lényeget úgy is érte.
rájöttem, hogy megint valamit túl kell élnem, így nem túl az operencián. Ráadásul itt van még a magánéletem, ez is lassan közügy lesz az interneten. Mit mondjak, nem elkapkodva, de szükségem volna reformokra, maradjunk ennyiben. Hát mit mondjak, nem elkapkodva, de szükségem volna reformokra, maradjunk ennyiben. Én rájöttem, hogy bizonyos vágyaimmal én ideje korán szakítottam. És ez hiba volt, mert előbb ki kellett volna őket élnem, legalább valamilyen szinten, és csak azután szakítani velük. Például én mindig vágytam arra, hogy megegyek egymás után 5 darab minyon. Bűntudat nélkül. Sose sikerül. Mindig megettem a 6-at. Meg én kislánykoromban szerettem volna balettáncos lenni. És hagytam magam erről lebeszélni, és ez nagy hiba volt. Igen, és elfértem volna itt ezen a táncos palettán itt ebben az országban. Valahol találtam volna biztosan valami pocsétát, ami mellett lehettem volna nyugodtan retardált, hagyjuk. Nyugodtan. De viszont észrevettem, hogy ebben a kis országunkban van egy szokás, amihez viszont mindannyian ragaszkodunk, pedig ezzel már szakítanunk kéne. Mi úgy szeretünk párbeszédet folytatni, hogy a másik egy büdös szóhoz se jusson. És ezt úgy pár troli megállóval arrébb, ott egy folyópartján, egy nagy épületben még demokráciának is így. De idáig most mi ne süllyedjünk. Maradjunk meg a mi színvonalunkon, és én megmutatom, hogy mire gondoltam. Csak előbb megkérem a Karsit Pista kollégám kezét. Veszem. Kétvesi csók nincs. Nem, még mi? Nem volt. Nem volt. Nem volt. Haj, drágám! Egyszer kértem, hogy ne csapkodd az ajtót. Nagyon jól tudod, hogy szomszédaink is vannak. Pofa be fel a kezekkel! Mi az, uram? Jogi, maradj csöndben! Gyere, vigyeked már! Kész vagy már? Oké, becsaptam az ajtót, de nem tettek, mind a két kezem tele van szörnyűnök, hogy ne szólj hozzám, nagyon szépen kérdezik, ne szólj hozzám! Hol van? Jaj, képzeld el, hogy mi történt ma velem? Nem hiszed el, a fitness klubban elveszítettem a kontaktlencsét. Hát ilyen. De azért jó dolog is történt, mert ezen a héten leadtam egészen 42 dekát! Wow! Sárit megeszi az a sárga irítsége, az. Á, persze tudom, te mindig vonzottál a tramplinőkhöz. Ne dumálj, engem is elvettél. Na hát most azt hiszem, nem látom, hogy micsoda szemeket meresztesz a Sárira. Most boldog lehetsz, mert most felszedett jó néhány kilót, már is képzeltelek kettőtöket. Téged a te sörhasadna? Sárít azzal az orbitális narancsbőrös fenekével. Most nem szól semmit, mi? Egyébként ma a műzli lesz megint vacsorában. Jó, neked rakok rá egy kis pörkölt szapot. Na mesélj, mesélj nekem! Mi történt a munkahelyeden? Hát tudod miért? Tudom, mert tutyi-mutyi vagy, azért! Neked már rég osztályvezetőnek kéne lenni. Jaj, van egy jó hírem, meg egy rossz, melyikkel kezdjem? Jó, rendben van, mondom a jót. Működött a légzsák. Ott nézem, azt hittem balra jön, aztán jobb lőn, így jobb lőn, ott volt középen.
Hülye, egy lábba ott lop. De nem kell megérni, mert az autónak a komoly baja ám nincsen. Így effektív elől van benyomódva. Az így ideáig, de hátulról például... Hátulról borzalmas. Belém jött egy busz, amikor letolottam a járdáról. Akkor már mondom, az ilyenek elvenném a jogosítványát. És oda hülye alakom. Morogsz, de az közben az egész háztartás mondja, az én vállamon van. Hát itt én viszem a terheket. És micsoda terheket. Képzeld, hogy a Sári új mellett csináltatott magának. Látod, hogy neked erre nem kell költened? Hogy te mennyi pénzt megspórolsz rajta? Hát ebből a pénzből vettem. Ezt a helyes kis ridikus valódi bőr. Meg még volt a boltban ez a pár cipő. Jaj, Istenem, ez annyira szép. Hát, hogy ez a bar... Nem tudtam eldönteni, melyiket vegyem. Hát, ezt a bar... De volt egy drap is. Szerinted... Látod, hogy te se tudod eldönteni. Megvettem mind a kettőt. Költözik most húsvét. 3 hónapra. Jaj, de édes vagy, hogy nem ellenkezel. Jaj, de imádlak, de téged is így. Te maga, húzzák, te! Van neked ám egy jó hírem. Mert megvettem magamnak azt az édes rózsaszín kis kosztümöt, amire azt mondtad gusztustalan. Barbie babás, de ha meglátsz bennem, majd elájulsz, én olyan édes vagyok. 42 masni van rajta. Lehetnék akár zsűri elnök a Megasztárban. De van neked még másik meglepetés, mert befizettem arra a mexikói útra, amivel szerintem már réges-rég meg akartál engem lepni. Megtaláltam a hitelkártyádat. De ne aggódjál! Ne, emlékeztem a PIN kódjára. Tudtam! 4 darab hetet! A sorrendet majdnem elfelejtettem. Fiúk! Köszönöm, osszátok szét! A rét ad a virágnak fényt és harmatot. Pupidubidú, pupidubidá, egymás nélkül nem élnek soká. A szív súgja szájnak forró szavakat, a szív ezért cserébe egy másik szívet kap. Pupidubidú, pupidubidá, egymás nélkül nem élnek soká. Így vagyunk mi ketten, s ha nem is tudja már, megtörtént a titkot, a nagy karácsot. Nem lehetünk együtt nagy ünnepeden, ajándék hát tőle ez a kis butácska dal legyen. Hogy a virág ad a rétnek szint és illatot, rét ad a virágnak fényt és harmatot. Pupidubidú, pupidubidá, egymás nélkül nem élnek soká.
a lobbizást, ami egy színházban folyik. Én persze tudom, hogy másutt is van lobbizás, de hát én ezt ismerem, ezt utálom, hát ilyen egyszerű ez. De egyszerűen ezeket a kis ügyeskedéseket, ami egy jobb helyzetért, egy jobb fizetésért, egy jobb szerepért van. Persze, hogyha ez most egy ilyen terápikus műsor, mint hogy ezt mondjuk, és hogyha én most eljátszhatnék egy ilyen jelenetet, ami valami ilyesmiről szól, akkor lehet, hogy én szakítani tudnék végre ezzel a problémámmal, csak ez kéne nekem egy igazgató. Csak most diszkriminatíve egy férfi igazgatóra gondoltam. Jucika, mi jó lesz? Halló? Halló? Igen. Nem, dehogy is. Annyi pénz nincs a díszletre, gyerekek. A feléből, mit a felé, a negyedéből hozzátok ki. Ne, igen, a lépcsőhöz ragaszkodom középen. Ne vitatkozzatok, gyertek fel is, mert megbeszéljük. Jó, jó, jó. Szia. Ne haragudj szívem, ne haragudj, hogy így megzavarlak, hogy így rögtön, hogy az olvasó próba után, csak van egy nagy kérdés. Gyere, drágám, neked mindig parancsolja. És szerintem csak te tudsz rá válaszolni, egy ilyen zseni, akit te vagy. Hogy az a problémám nekem, hogy tudod, itt a második felvonás végén ugye van ez a jelenetem nekem, amikor azt kell nekem mondani, hogy a kocsi előállt, ez az én jelenetem, és hogy a végén szerinted én fölvigyem a hangom, vagy le? Hát nézd, én szerintem a kettő között, hogy... Közepesen, na? Jó Istenem, milyen zseni vagy te! Te tényleg így meg tudod mondani! Ezért szeretek veled dolgozni. Én fantasztikusan tudsz ilyenekre válaszolni. Valóban, mert hogy tényleg valóban igazad van, mert hogyha én így fölvinném a hangom, hát akkor nyilvánvaló, hát a következő jelenetemet így, hát fönn kéne kezdenem! Na várj egy kicsit. Ha jól emlékszem, akkor neked ez az egyetlen egy jelenésed van a darabban. És ezt te is észrevetted? Jaj, tudom most mire gondolsz. Mire gondolok? Ettől függetlenül ez egy nagyon-nagyon jó, remek szerep. Annak idén a Honti Hanna játszta. Igen, még gyermekszínész korában. Azért osztották rá ezt a szerepet, hogy a második felvonás után hazamehessen aludni, mert még növésben volt. De én álmatlanságban szenvedek. Jaj, manapság már remek altatók vannak, édes Livikém. Hát igen, tudom. Első férjem, Isten nyugtassa, gyógyszerész volt, hogy nagyon jól ismer ezeknek a bogyóknak a mellékhatását. Hogy szédülés, hányinge, súlyos memória, zavar. Kérdezd meg a Havasi Lucy, mert ő szed ám ilyen bogyókat. Te meg ugye rábíztad a grófnő szerepét? 30 oldal. Mit akarsz ezzel mondani, édes drága Livikém? Mit akarom? Hát, hogy rábíztod a gróf össze, és hogyha semmi, de nem. Mondjuk valóban így eszembe jut, hogy annál a pontnál, amikor ugye a grófnőnek van az a nagy monológia, amikor rájön, ugye, hogy a huszár, de főhadnagy szerelme belefulladt a Tiszába, és akkor jön neki egy ilyen mellékhatás, ugye, hogy nem jut eszébe a szöveg, botrány! Be kell húzni a függönyt! Én már nem leszek itt, mert én már otthon ágykolozom az ágyamban, mint gyermek Honti Hanna. Édes Lévik, őre! Figyelj ide! Hát először is nem oszthattam rád a szerepet, mert ebben a darabban a grófnő még csak 19 éves. Igen. És? És akkor most mi? Hát most nem ezt akarod nekem itt mondani? Hát szívem, hát egy ekkora zseni, mint egy ilyen színházi zseni, amik te vagy. Hát te tudod a legjobban, hogy színpadon nincs életkor, nem? Hát te szoktad mondani, Júliát 35 év alatt nem lehet eljátszani. Így van. Igen. De te már 35-ön is túl vagy. Hát igen, hogyha a rendőr igazoltat, kétségtelenül. De hogyha fölmegyek a színpadra, bármit el tudok játszani, én bármit tudok lenni. Bakfis, vagy szendeszűz. Na, a szendeszűzet hogy csinálod? Harmadik férjem plasztikai sebész. Livi, gyere ide. Na, értsd meg, hát nem oszthattam rád ezt a szerepet. Mert őt az első felvonásban a huszár főhadnagy az ölébe kapja, mondom, az ölébe kapja, és úgy viszi föl a lépcsőn, drágám. Hát téged már nem lehet csak úgy ölbe kapdosni. De csak azért, mert a nyeszlett tatai karcsira bíztátok a szerepet.
A Schwarzeneggerre nem oszthattam. És mi van, ha én megígérem neked, hogy lefogyok a prömmel? Nem. Különben is a szerepet már odaígértük a Havasi Lúzinak, a plakátok a nyomdában vannak. Édes, drága, kicsi szívem, annyi dolgom a hagyja. Itt voltál, láttalak, beszéltünk, mi? Menj haza, tanuld a szerepet. Jó, köszönöm. Már tudom. Na jó, rendben van, akkor megyek. Jó van, drága. Gratulálok a Lúzinak. Jó, jó. Nem tudom, tudod, hogy most lehet kapni kovászos uborkát a büfében? Mit tudom, én utálom a kovászos uborkát. Nem, rád gondoltam, csak gondoltam, hogy viszek a Lúzinak ajándékba, mert én nem tudom miért. De hogy mostanában olyan nagyon kívánó. Várok szívem. Csak nem azt akarod mondani, hogy a Luizi. Mit akarok mondani? Terhes? A Luizi terhes! Te jó ég! És igazad van? Hát én erre nem jöttem rá magamtól. De milyen igazad van? Ezért van az a sok Hányinger, Szédri, meg a Lippai bácsitól, tudod, a kelékesünk, kölcsökért a babakocsit. Az ingerkocsit! Te is hanyagik hónapban van? Hát én ezt nem tudom. Hát itt úgy, mondjuk utána lehet számolni, ugye? Mert hogy 4 hónappal ezelőtt volt az a pozsonyi turnénk, amikor ő összejött a Tatai Karcsival, azzal a nyeszlettel, aki ráadásul nős. Te jó ég! Te! Ez pont a premierre fog megszülni ez a kis széda. Nem. Egy héttel később. De mondjuk... A premierkor már nehéz lesz őt ölbe kapni. Hát én megölöm ezt a bestiát. Miért nem szólt nekem eddig erről? Hát ne haragudj rá, tudod, hogy milyenek vagyunk mi színészek. Ölünk, lopunk, csalunk, hazudunk egy jó szerepért, bármi. De ezt a Tatait is megölöm. Tatai, pont a premier előtt kellett neki teherbe ejteni a grófnőt, illetve ezt a kis kurvát. Most miért látnád a Tatai feleséget, mindent megértenél. Te! Livi! Na, mi van? Van egy óriási ötletem! Mi az? Hát mi lenne, ha átvennéd a szerepét? Én, Livi, kérlek! Édes, drága, arany, pici csillagom! Hogy jutott ez a kicsit, arany, drága, kicsi csillagom, kérlek, vállalad el a szerepet! Na, vedd át a szerepet! Édesem, vedd át a szerepet! Úgy meg tudod oldani, remekül fogod eljátszani, de nagyon kérlek! De mennyire? De én nagyon kérlek! De mennyire? Nagyon-nagyon kérlek! De mennyire nagyon-nagyon! Na jó, megmentettem az előadást, én meg rohanok a nyomdába és kijavítatom a plakátokat. Milyen mázlim van, milyen mázlim, hogy legalább te ilyen pletykás vagy. Szaladj, te zseni, te! Most már csak azt kell elintéznem, hogy az a nyeszlett Tatai Karcsi a Luizit azért felcsinálja. Ha kellemes illatú az otthonom, de nincs idő mindig ezen aggódni. És hát a gyerekek, ezért használom az Air Wick Fresh Matic-et, ami automatikusan friss illatot permetez 9, 18 vagy 36 percenként. És ha szükség van extra illatra, ott az Express gomb. Anyu, te olyan modern vagy. Air Wick, jó otthon lenni. Támad a fájdalom, ne késlekedjen. A Nurofen Rapid a hagyományos ibuprofén tablettáknál 2-szer gyorsabban szívódik fel, és pontosan ott hat, ahol szükséges. Ne hagyja, hogy a fájdalom megelőzze önt. Nurofen Rapid. 2-szer gyorsabb felszívódás. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Nem is gondolná, hány gyermek érzi magát mellőzve, amiért szüleinek nem telik rendes ruhára.
Segítsünk idén is közösen rajtuk. Hozza el ön is családja régi ruháit a hipermarketek parkolóiban felállított ruhagyűjtőpontokra, és ajánlja fel őket a rászorulóknak. Júliusban ráadásul minden megvásárolt Menis termékárából 10 forinttal a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatot támogatjuk. Helyszínek és időpontok a honlapon. A problémák nem mindig oldódnak meg maguktól. Kisebb összegű gyors kölcsönért hívja a Providentet. 0640 50 50 50. 200 000 forintos 54 hetes kölcsön és otthoni szolgáltatás esetén a THM 262,44% az éves kamat 26,77%. Provident. Ha csak egy kicsi hiányzik. Rushing out, something pulls me to the ground. Running free, going wild, cannot leave the town. Speeding up, dashing out, I barely move my legs around. Burning up, flying by, can I reach the finish line? Jó, hogy számíthatsz a barátokra, a támogatásukra, a közös ünneplésre. Oszd meg a pillanatot. TV, internet, telefon. T-Home. Együtt, veled. Íme a fantasztikus csillogás sztenderdje, mely most az új Calgonit Quantum Power bowljában rejlik. Hiszünk abban, hogy ön mindig kiváló eredményt érdemel. Erre a legjobb bizonyíték, hogy 10-ből 9 mosogatógép használó elégedett a Calgonit Quantum teljesítményével. Calgonit, a gyémánt standard. Keresse a Calgonit termékeket most ajándékgéptisztítóval és illatosítóval. Legyél simán nőiesebb! Eddig borotvát használtál? Itt az ideje, hogy kipróbáld az új víz szőrtelenítő krémet spray formában, hidratáló összetevőkkel. Csak egy fújás, és lábaid hosszabb ideig maradnak csábítóan simák. Víz, érezd a szépséged! Én maradok a férfiaknál, bár ebben sem vagyok olyan biztos. Ezzel is szakítanom kéne, ezzel a bizonytalanságommal, ezzel a teszetosztasságommal, mert ha hiszik, ha nem, mit nevet? Tényleg? Teszetosza vagyok. Már egész apró gyerekkoromban tesze voltam. Tosza csak a gimnáziumban. Csak nem emlékszik valószínűleg. Régi történet ez! Még az óvodában kezdődött vele, mikor dönteni kellett volna, mi legyen a jelen. Királynő, egér, manó vagy cica, az óvónő bíztatott, de én csak álltam ott és éreztem. Bizonytalan vagyok. Később persze ő döntötte el. Rám nézett és azt mondta, te kis köcsög leszel. Ó, ha napocska lettem volna, én tám minden rendben van. De ebben sem vagyok biztos, inkább bizonytalan. Bizonytalan voltam és vagyok, a döntéseim bizonytalanok. Ha eljön a pillanat és választani kell, mindig későn jövök rá, hol szoptam el. És az iskolában folytatódott a vacila. Hittanra járjak, vagy az úttörőknél legyek nótafa. Hol énekeltem, hol imádkoztam, de semmi se változott. Csak egyre jobban éreztem, bizonytalan vagyok.
és a jó szüleim választottak fiút nekem, mert látták, hogy a kicsi lányuk döntésképtelen, s az esküvőmön is olyan kínosnak tűnt az a hosszúnak tűnő csend, de végül nagy nehezen csak kinyögtem a boldogító igent. Bizonytalan voltam és vagyok, a döntéseim bizonytalanok. Ha eljön a pillanat és választani kell, mindig késő jövök rá, hol szabtam el. És négy évenként az okosok azt mondják ott fenn, hogy rajtam múlik minden, hogy mit döntök itt len. Az ország sorsa van a kezemben, hát esküszöm, beszarok, pedig nem csináltam semmit, csak bizonytalan vagyok. Bizonytalan voltam és vagyok, a döntéseim bizonytalanok. Ha eljön a pillanat és választani kell, mindig későn jövök rá, hol szabtam el. Olyan későn jövök rá, hol szabom el. Remélem egyszer majd nem szabjuk el. Látod, hogy ment ez hipp és hopp. Nagyi, tessék! Na, mi rotod? Jaj, de jó lesz neki. Jaj, de jó lesz. Na, mit akarsz? Nagyi, neked ki volt a legnagyobb szerelmed? Jaj, hagyjál engem békébe, kisunokám. Annyi bajom volt nekem ebből, de annyi bajom volt, mert nekem két nagyon nagy szerelmem is volt. De micsoda kettő? Micsoda kettő? Micsoda kettő? Hát, egyik volt a Ferenc, másik volt a Viktor. Két deli szép szállegény. Most mi van velük, ember nem tudja. Mind a kettő deli szép szál volt? Nem, másfél. Te is miért ők voltak a legnagyobb szerelmeid? Mert én őket választottam. Hát mondtam neked már kisnak, nagyon buta kislány voltam, de nagyon buta. Te is miért őket választottad? Hát ezt a kérdést én is sokszor föltettem magamnak. Mert levettek a lábamról az ígérgetéseik, azóta se tudok rá. Na és melyiket szeretted előbb? Hát, megmondom őszintén, én először a Viktort szerettem, mert ő már kora ifjúságomban ott serteperdélt körülöttem. Emlékszem, hogy amikor először megláttam, ez a Hősök terén volt, nem tetszett nekem, de nagyon nem tetszett, egy ilyen borostás volt ott, de nem tetszett, de később már a Kossuth téren, meg az Asztórián, hát rajongtam érte, kiáltottam, Viktor! Viktor! Na, mi volt a titka neki? Nem is, talán a szemöldöke. Azzal nagyon tudod bánni. Új, nagyon ravaszul. Igen. De hogyan ravaszul? Hát úgy, ha föltettek neki egy kérdést, amire mondjuk ő nem akart válaszolni, akkor az egyik szemöldökével tudod csodálkozni, a másikkal meg haragudni. Nagyon tudod hatni a bitang, nagyon. És te is hittél neki, Nagyi? Én mindig hittem neki, mert a Viktor mindig igazat mondott. Mindig? Mindig, kivéve egyszer. Mikor? Amikor azt mondta, hogy ő mindig igazat mondott. Azt szerettem benne, hogy ő el tudta nekem mondani, hogy én hogyan lehetnék igazán magyar. Mert nem az voltál? Hát de az voltam, de el tudta nekem magyarázni, hogy én hogyan lehetnék még annál is magyarabb. Na és hogyan lehetett valaki még annál is magyarabb? Hát leginkább úgy, hogy szerelmes volt a Viktorban. És ha nem volt szerelmes bele? Hát akkor kommunista maradt. Te is a másik
másikkal a Ference, hogy jöttél össze? Az egyszer csak elhimálta semmiből. Azt mondta, én vagyok neked az igazi. Kész, ennyi volt az ember. Hát, milyen volt? Az én fletóm. Hát magas volt, nyulánk volt, szemüveges horgasó. Nem apró? Nem apró. A villa volt apró, ahol lakott, de ő nem. Ő sportos volt, egy futó. Milyen futó? Álmok. Te Nagy és Vele bálban ismerkedtél meg? Hogy gyere, hogy rátaláltál, kisülökem, tényleg, mert amikor mi megismerkedtünk, akkor nálunk állt a bál, de rendben. Szeretett táncolni? Nagyon. Főleg egyedül. Valahogy. Nagyi! És még mivel hatott rád ez a... Fletó? Igen. Hát hihetetlen volt, egy szórakoztató, egy alak volt. Tehát te annyi hülyeséget tudod összebeszélni. Miket? Hát most ezt nem fogom neked elmondani, kisunokám, mert néha nagyon csúnyán beszélt. Néha olyan Balaton majd kifordult a mellett. Hát az hogyan fordult ki? Hát úgy, hogy a tihanya sehol sincs, de az Öszödi vízhang még ma is zengbezeng. És akkor mégis mi vett le a lábadról téged ez a fletó? Nem is tudom. Az elején annyi mindent ígért, gondoltam, most már nekem arany életem lesz. És nem úgy lett? Hát nem úgy lett. Úgyhogy a végén már azt is bántam, hogy a Bokros Lajost kikosarasztottam. De ki volt ez a Bokros Lajos? Az egy előző kérőm volt én nekem, de már az elején elmondta, hogy csak a hozományom érdek. És akkor végül is a Ferenccel és a Viktorral is szakítottál? Jó, meg volt ott valami Gordon, vagy mi a fene? Rövid ideig volt. De aztán 2010-ben a nagyapád leütött a kezükről. És az ki volt? Hát azt én is szeretném. Az lehet még vitás, hogy ki volt a hibás, de hogy véget tuti tény, és a törül között én dobom be, bizony én, már az se érdekel, hogy minek nevezel. Letek házatlan csiga, hülye tyúk butaliba, ez az egész már nem kell. Mikor a szív és a pénz szembe kerül, ha nincs is esélye, ha szív menekül. Tudom, nem érted, de nem is ez a lényeg most már. Mikor a jobb és a bal összekeveredik, abból semmi jó soha nem születik. Legjobb, ha azonnal új lapot nyitok, igyál kis konyakot, nyelj 2-3 nagyot, és ha túl vagy mindezen, adjál taxipénzt nekem, különben itt maradok. Már az se érdekel, hogy minek nevezem. Letek hálátlan kutya, vagy fejetlen gyufa, ez az egész már nem kell. Mikor a szív és a pénz szembe kerül, ha nincs is esély, a szív menekül. Tudom, nem érted, de nem is ez a lényeg most már. Mikor a jobb és a bal összekeveredik, abból semmi jó soha nem születik. Legjobb, ha azonnal új lapot nyitok, igyál kis konyakot, nyelj 2-3 nagyot, és ha túl vagy mindezen, adjál taxipénzt nekem, különben itt maradok. Na, igen, ha túl vagy mindezen, adjál taxipénzt nekem. Mit mondasz? Igen.
Hát akkor én elmegyek gyalog. Helénke. Jaj, Géza. Helénke. Tudomásul kell vennünk, hogy maga 40 éven keresztül engem megcsalt a Bodajki Pistivel. De ezt egyszer végre ki kell beszélnünk, hogy ne maradjunk a rettenetes hazugságba. Hagyjon már engem! Nem hagyjon, de fáj! Mi fáj magának az Bodajki, aranyerem fáj? Bodajki Pisti meg az aranyerem az ugyanaz. Ugyan már ne vacakoljon meg most, ezzel jön nekem elő, ezzel jön most, amikor mennem kéne bevásárolni, kéne nekem fölülni, mit kell vásárolni, meg kell magát Pisti ebben. Hagyjon már magához vágom, a tésztaszűrőt. Akkor is befélkőzött a múltunkba, és egyszer is mindenkor ez le kellene nekünk beszélnünk, hogy ne maradjon bennünk az a rettenetes nagy fájdalom. Hát én bennem fájdalom. Nem marad semmi sem. Dehogy nem. Magában marad, ez vagy az. Dehogy nem. Maga engem 40 éve szekíroz engem, de... Mit akart? De, hogy ez már bajnai csomag, ez már? Na jó. Magyaráz maga, magyarázzon össze-vissza. Mondom, hogy maga szekíroz, de semmit a világon nem tud nekem bizonyítani. Nem? De nem tud, az viszont tény, hogy 62 meg a maga itt hagyott engem a Schwimmerilonka miatt. Így volt, itt maradtam, kettesben maradtam, a kutyával maradtam. Úgy tudom bizonyítani, hogy maga nem 62-ben, hanem a 61-ben, amikor csopakon nyaralt, az ismerkedési este. Hajnalig twistelt a Bodajki Pisti, azt nekem a Lajos jeltárs mondta el a zuhanyozóba, azt hittem ott megmerevedek, ott megmerevedek. Most egyszer az élet, egyszer most az élet. Kérek paradicsomot, most még utoljára, a jövő hónapban már úgysem. Tessék, itt van magának paradicsom. Fölvágom, hogy meg tudja enni. Ott a zuhanyozóban hallottam. Ugyan már mit jön nekem, már miért jön nekem most ezzel jön. Inkább azt mondja, hogy 64-ben. Így-e, hogy így volt. Igen? Hogy maga eltöltött egy hetet a Légrádi Jolána a Ceglét Bercelen. Így volt, vagy nem így volt? Egyszer az életben most már vallja be. De tudom, dehogy nem. Én tudom is, hogy így volt, mert a köröztanyám, a Margit ott látta magát a hátsó kertben, amikor maga a rohadt Jolánnak a laborjában mosakodott, ott látta magát, megrökönyödve nézte magát a bakról. Csak nem egészen biztos, nem volt rajta a szemüveg, nem látta, hogy hol van magán az anyajegy a fenekén. Nem látta. De én tudom, és maga azt állította, hogy Lajos Mizsén van továbbképzésen. Ott is volt. Dehogy volt ott? Tudja, nem ott volt. Tudja, mint gondolkodom? Mint gondolkodom. Behoztam el a fogamat. Behozta egyenlőbb. Abba a kellemetlen helyzetbe kisodolt bele engem, hogy amikor meghalt a Bodajki Pistinek az a kellemetlen, erőszakos, ellenszenves anyja, akkor engem oda kellett menni a gyászoló család körébe, és pofát kellett venni. Hát mit közöm, hogy dögöljön meg mindenki, hát mit magának ez nincs jogalapja, hogy ezt különlegesse nincsen, mert magát a Kotász Anna meg beperelt a gyerektartásért. Úgyhogy köszönöm szépen tényleg, hogy tűrnöm kellett a maga vérvizsgálatait, hogy nekem szemlesütve kellett bemennem. Éveken át az SZTK-ban. Ezt köszönöm magának! Csehszlovákiában mi volt? Azt mi lett volna? Forradalom volt. Elmentek oda üdülni, ott van az a csoportkép. Maga is rajta van, és maga mellett valakinek ki van vágva a képe. De meg ne tudjam, hogy ki volt a lukban, mert olyan botrány a szemben. Mi lett volna? Megijedtem most magától, de tényleg elveszítem mindjárt az eszméletemet. Mondtam, hogy megyek, vásárolok, kiflit veszek, tejet veszek, a többi nem is engem, mert már nem is engem. Az meséljel, hogy amikor maga hazajött a moszkvai Spartakiádról, hogy kinek a fülbevalója akadt bele a maga tréning nadrágjába itt előtte. Kié volt az? Mert szerintem a Paraginéjé volt, a diszkoszertői, vagy az hármasugró simacsegizé, nem is ért. Méltatlan, tényleg, én is hozzon nekem a elmegyek, hozok magának. Cikrámen cukkiból egy francia krémet. Na hát azt nem hozok. Én hozok magának maga cukrára, eszém van. Én legyek a maga gyilkosa? Nem leszek. Ma bevette a visszahajtóját, vagy nem vettem? Bevettem, vagy nem vettem be ez a két esetben. És maga mikor jön?
mikor jön? Ne maradjon, mert megint estig marad. Jöjjön haza korábban, még meg akarok beszélni ezt a Bodajki Pisti ügyet, ami nem jön a sakkpartnerem. Ki a magas sakkpartnerem? Ki a sakkpartnerem? A Bodajki Pisti. Ilyen. Soha se gond, ha sír folt az inged. Soha se gond, ha máj folt a kezed. Soha se gond, hogy porkolsz, hogy leszed magad. Kis örege, nekem a régi maradt. Soha se gond, ha felszedsz még 2 kilót. Soha se gond, ha fésül a hajcsomót. És soha se gond, ha piszkálsz a békén sosát. Mert te nekem mindig a régi maradsz. Soha se gond a sírvem, mert rendbe hozom neked szépen. És a szívritmus zavar se gond, lesz egy pacemakered, hát most mond. Soha se gond a ráncom, a migrénem csontritkulásom. S ha végül majd magamra hat. Én téged? Hát persze, soha. Majd én téged, de egy frác. Te engem. Na, gyere ide. Nekem mindig a régi maradt. Strófát fogok előadni. Önéletrajzi jelleggel a cappella. Nincs kíséret, azt jelenti. Én vagyok a Lipót körút leánya. Hely nincsen! Kapu alatt fú a szél, télen meg nyárongalom van. Ott vesződött el az ártatlanság. Sosta. Téved. A hideg csempe ütötte a vesében. Mit tudtam én, mi vár ember lányára galambom? Szörnyű hólyak hurut ki. Megyek már a túloldalra, csinek a jelenet. Nehogy! Tudja velem együtt énekelni? Tanulságos volt a kezdet eléggé. Tényleg táncolok is. Mese! Húzadva.
és most lebontom. Aztán ezzel most megvolt az eszmeim mondani való. De dosz. Na jó, és akkor most a nagy sikerre való tekintet. Még egy verszakot énekelek. Ez már zenekari kísérettem, mert már nem bírom így egyedül. Jó van, szívem, most már így nem tudok rögtön belevágni. Egy hangot adjam. Ez neked egy hang? Mert van, mi tetszik nékem, bizony az van, mi nem, van, mi nem. Mert olyan vagyok én. Mondhat rólam bárki bármit, szabadon, szabadon. De akár milyen kritikát ír, ha leszorom, televízió ezt leadja ezt a műsort, hát erről évekig beszélnek. Gondolod? Én a századik előadás alkalmából szeretettel csókollak. Várj, mert elérzékenyülök. A társulat nevében, az ATV nézői nevében és a itt ülök nevében fogad tőlük. Na, anyád, ezt a szeretettel. Azt hívják minden kavarért, de onnan néznek rá.